Sziasztok, elérkeztünk hát a The Last of Us első évadának végére, a 9. résszel epizóddal, ami a legrövidebb epizód volt, fura mód. Az egész évadban 42 perc, sőt igazából olyan 38, ha levesztük a stáblistát. Ami számomra érthetetlen, hiszen állítólag egy csomó dolgot azért kihagytak az évadból, és innen a végéről is lenyestek bizonyos részleteket. Azt nem tudom, hogy konkrétan ugyanígy végződött a játék, kérem ezt valaki erősítse meg, aki játszott a játékkal, minden esetre. Hamarosan ugye a PC-n is megjelenik a hó végén minden, gyakorlatilag mindenféle 6000-es és 7000-es AMD kártya az egyiket ingyen adják. Úgyhogy kíváncsi ezek, hogy hát mennyire lesz majd sikeres egyébként PC-n is a játék, és hogy tényleg jobb-e annyira, amennyire azt mondják a sorozat azon nézői, akik már végigjátszották a kalandot. Ebben az epizódban is annak ellenére azt mondták, hogy mennyi akció lesz volt benne, de nem pont úgy és annyi, ahogyan én ezt előre gondoltam, meg ahogy sokan mondogatták elsőre. Viszont ez az epizód is olyan drámai lett. Főleg úgy, hogy Joelnek sokszor hazudnia kellett, és arra leszek kíváncsi, hogy ezt majd vajon később meg tudja majd ugye Ellie, majd a következő évadban. Nagyon hirtelen lett vége ennek az epizódnak. Olyan volt, mintha jönnek jövő héten a 10. részéket. Nem is értem, hogy miért nem 10 részt csináltak. Hát az HBO-nál megszokott a 10 rész. Vagy mostanában náluk is néha elén a 8 rész, de náluk főleg a 10-12, ami dominál. Ellentétben a többi mond streamerő vagy stream cég általában 8 részt csinál manapság. Ritka a 10, de az HBO azt általában megtartotta. Itt valahogy ezt nem tette meg. Nem értem, hogy miért. Alapanyag lett volna bőven. És hát ugye ott volt a játék írója és főkészítője. Mi nem lehetett volna együtt megdiskurálni, hogy legalább még egy rész legyen. Talán akkor több akció is lett volna benne még inkább, amit oly sokan várnak, bár hozzá kell tennem, hogy azért egy drámai tévésorozat 90%-ban nem, hogy az akcióról kell, hogy szóljon. Persze kellene benne egy-két emlékezetes akciós jelenet. De ellentétben egy kalandjáték, vagy egy akciójáték az itt nem az akció dívik 90%-ban. És hát ugye a költségeket is iszonyatosan elvinni. Így is 15-6 millió volt egy rész, annyi, mint a Trónokharca utolsó évadának részei. Csak ugye itt nem 6 rész volt, hanem több. Nem csak a díszletek, a ruhák, az akciójelenetek, a karakterek, a színészek, a háttérmunkások, a CGI, illetve a külső forgatási helyszínek kerültek itt sokban, hanem sok minden más dolog is. Az adaptálása, forgatókönyv előre való kidolgozása, a sztorinak a sorozatra való átvázolása, mit hagyjanak ki, mit nem, és hát itt nagyon sok idő és azért munka meg pénz volt ezekben a dolgokban is, és hát ugye ott van az említett látványosabb dolog is, a díszlet és egyebek. Azt nagyon sajnáltam, hogy egy van a részben is említik ugye Joel öcsét, de nem látjuk, ez nem szóval annyira spoilerre, de nem látjuk. Én azt hittem, hogy lesz valami szerepe még neki, de rohadtul egy epizód szereplő, vagy még annyi se volt összeadva, hogy mennyit láttuk a sorozatban, talán 10-20 perc az egész évadban, azért az eléggé kevés szerintem. És itt ledegradálja mind a karaktert, mind a színészt, mert ha jól hallottam, a játékban ő ennél többet szerepel, és fontosabb szereplő. Azt is sajnáltam egy picit ennél az epizódnál, hogy nem sok mindent tudtunk meg megint a világról, a fertőzöttek kapcsán sem. Pedig elvileg a világ rohadtul veszélyes, ennek ellenére nagyon sok olyan külső vagy belső helyszín volt, ahol nem éreztem annyira a veszélyt, és elvileg nagyon sok fertőzött van a világon, meg minden, mégis hatalmas, olyan tisztások, területek vannak, ahol egy lélek nincs. Ez nekem olyan fura volt, nem tudom, a játékból is így van-e, de kétlem, hogy így lenne, és talán ezt is kritizálják sokan, és ebben az epizódban ez még inkább egy kicsit érződött. A másik, hogy a tűzbogarak valahogy töketlennek érződnek. Majdnem azt mondom, hogy kicsit olyanok lövészet és egyebek terén, mint a rohamosztagosok. És ezt már korábban is néha éreztem, amikor láthattuk őket. Pedig elvileg ott profibb katonák, vagy legalábbis olyan emberek laknak és dolgoznak, akik azért már jó pár év tapasztalatot szereztek elvileg lövészetben, például a Hawkeye katonásliban. Ennek erre vagy ebben az epizódban sem éreztem ezt náluk, hogy annyira fejlődtek volna ez a téren. Nem tudom, hogy a játékban is így van-e itt a végén, ez a kis akcióját, ami itt velük kapcsolatos, vagy sem, de kicsit OP volt egyik félről a dolog véleményem szerint. De annak ellenére, hogy drámai volt, hatásos volt, és érdekes bizonyos szempontból, és szurkoltam is valamelyest egyik vagy másik oldalnak, vagy egyes karaktereknek, de
nem tudom, ennek ellenére kicsit életszerűtlen volt még a játék, vagy a film sorozat, illetve a játék történetén belül is, nem tudom, hogy ott is így volt, mondom még egyszer. Nagyon tetszett Bella Ramsey játéka továbbra, és nem azt mondom, hogy ez az epizód talán a legjobb epizód az ő tekintetében. Az előző kettőben is talán jobban alakított, mint itt, de itt is azért jól játszik, csak nem annyira kellett az arcát használni, mint az előző epizódokban szerintem. Ennek én azt mondom, hogy a másik évedre mindenképp tartsuk meg őt, mert itt nagyon plegykák feljöttek, hogy jaj, lehet, hogy nem tartják meg Bellát, a franc, lehet, hogy nem, hát tartsák már meg. Szerintem nagy részbe várt, pedig nekem hatalmas kételjeim voltak, tehát én úgy álltam neki az évadnak, és ezt még el is mondtam nektek az első szemén, hogy itt én tartok tőle, hogy ez egy nagy csalódás lehet színészi fronton, meg esetleg akár más szempontból is, hiszen akkor még nem játszottam a játékon. Úgyhogy nekem egy pozitív csalódás, ahol végül is az ő színészi játéka elért, így az évad végére, meg a karakterrel nem tudom azt mondani, hogy ahova elért, mert igazából olyan a vége, mint elnyisztották volna az epizódot, és jövő héten jöhetne az újabb rész, de sajnos most egy 2-3 évig előleg nem fog jönni. Úgyhogy nem tudom, nekem ez egy kicsit durva volt ez az árás, nagyon jól játszott megint Pedro Pascal, és végülis volt egy-két csúcspontja is ebben a részben, bár őt is talán már láttam jobbnak a korábbi epizódokban. Kíváncsi, várom, hogy mi lehet majd még az ő sorsa a következő évadnál. Hát az ő szál is olyan fura. Nincs teljesen lezárva. Úgyhogy ennél többet nem mondanék. És összességében mutatjuk azt is, hogy ilyen szempontból is egy kicsit csalódás az epizód, hogy olyan egyszerű. De szokták mondani, hogy néha az egyszerű a nagyszerű, lehet, hogy ez itt is igaz, nem tudom most így hirtelen, de lehetett volna egy kicsit epikusabb, vagy meg hát általában hosszabb, ahogy mondtam, kicsit más, kicsit olyan nagyot, jobbat dobáló, mutató a nézőknek. Nem tudom, hogy az eredeti történet is így volt el zárva az első rész, de említett nekem valamit a kollégám, de nem, persze nem mondta el spoiler miatt teljesen, de nem tudom, hogy ott is így volt a vége, az alapján is kétlem. Minden esetre várom tényleg, hogy mi lesz a folytásban, abban a folytásban, amivel állítólag 2 évaddal fogják megoldani a második rész feldolgozását, ami nem is baj, mert állítólag több akciót fognak a készítőkbe lerakni, ezt ígérték, illetve jobban ki fogják dolgozni azt az állítólagos 2 szállat, ami párhuzamosan fut, ha jól értettem, a második játéknál, illetve lesznek új karakterek, lesz a régiek is visszatérnek. Meglátjuk, hogy ebben mit fognak nekünk nyújtani. Nagyon tetszett az is, ahogy itt a utolsó epizódban formálták, változtatták a játék és a film sorozat főzenéjét, annyira tudták variálni, pedig sokszor csak 2-3 hangszertípus használtak, és főleg ugye gitárt, és mégis nagyon jó hangulatos volt, lehetett szomorúbb, drámai, vagy akciódús, vagy éppen vidámabb picivel. Erről az egész évad már egész jól hozták, másképp nem volt elég változatos, nem volt elég sok emlékezetes téma, mondjuk egy trónok arcához képest, ami szintén egy hasonló költségvetéssel ment. Tehát azért én egyáltalán nem állítanám a szintén híres is egyiket Oscar díjas Szántólit a Ramin Javadi mellé etéren, de látszott a fejlődés, hogy haladtunk előre, és itt is egész jó volt. És hát az is látszott, hogy az operatőr munka továbbra is a minőséget hozta, szerintem azzal aztán főképp nem volt probléma ebben az évadban az operatőri munkával. És itt az utolsó részben is azt kell mondanom, hogy szerintem elég változatos volt, hiszen kaptuk itt félelmetesebb, holisztikusabb részeket, thriller részeket, akciódús belső részeket és hatalmas tágas külső totálplánokat, meg premierplánokat is, meg mindenfélét, úgyhogy itt igazán érdekes volt ilyen szempontból, szerintem a záró rész. Csak néha lehetett volna egy kicsit hosszabb, megismerhetünk volna még egyes karaktereket, még sokkal jobban az eddigi részek alapján, annak azért én jobban örültem volna. Az is lehet, hogy az elkövetkezendő dupla évados második részt, mert arra is fel fogják használni az eddig nem annyira megismert karaktereket, kicsit többet lássuk, és az újakat is pedig részesebben jobban be fogják mutatni. Ebben bizakodok, mert itt érzek egy kis hiányérzetet. Ennek ellenére az utolsó rész is tetszett, jobban, mint néhány rosszabb epizód az évadon belül, csak ennél még jobban többet vártam volna egy évadzáróként. Nem annyira érződött egyértelműen évadzáró résznek az az epizód, hogy ahogy tényleg csak egy következő rész várna ránk, hogy ezt már egyszer-kétszer elmondtam néktek, és ebből érzek egy kis hiányérzetet. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Mi a véleményetek a játékot játszóktól, főleg kérdezem, hogy szerintetek miben volt igazán hiteles, mondjuk
az évad a játékot tekintetében, illetve mi volt az, amiben változtattatok volna, vagy hosszabbítottatok, bővítettetek volna, sőt úgy hallom, itt egy pillanatra láthatjuk, az már hírekben is volt igazából, ugye viszonyos spoiler, ugye Eli anyját, és állítólag ott van egy változtatás ezt illetően, meg Eli múltját illetően, és nem tudom, hogy ez a játékban miben is mennyire más, valaki ezt esetleg le tudja írni úgy, hogy spoilerrel, vagy mit tudom, ami jelzéssel, azt is megköszönöm, de erre is kíváncsi lennék. Tervem van, hogy beszélünk majd az évadról, egy olyan ismerősömmel, aki játszott már a játékot, tehát többször is kivitte, hogy játékos szemmel is látszódjon, hogy most igazából hogyan vélekednek erről azon szakértők, akik tényleg a velejéig, az elejétől a végig milliméterről milliméterre ismerik a játékot, és hogy mondjuk én, aki még nem játszottam, én hogyan tekintettem erre a sorozatra. És hát ugye ott a harmadik oldal, ugye maga a készítők, akik ugye az eredeti játékot is készítették, hogy vajon ők mit akartak igazából, és vajon ők hogyan tekintenek az új gyermekükre. Ez is egy igen érdekes dolog lenne, de a harmadik félt így eszapolva egyről nem tudom meghívni, de remélem, hogy ez megvalósul azért az a beszélgetésünk. Azzal a srácról, akire én most itt gondoltam, nem fogom előre mondani nektek, hogy kiről van szó, de szerintem egy elég érdekes beszélgetés lehetne ebből. Köszönöm, hogy végignéztetek eddig esetleg minket, így az évad bemutató során, amiben külön részeket így röviden de kiveséztem, tehát akkor várható egy hosszabb kibeszélgető első évad bemutató rész is. Látjuk, hogy mikor tudjuk majd összehozni, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!